Lesz-e harmadik világháború? A 21. század hadászata. Ránk a nem halálos fegyverek korszaka. A levegőben lógó harmadik világháború már nem a klasszikus értelemben vett harctéren fog eldőlni, mert hogy az egész föld gyakorlatilag már csatatérré vált. Pontosabban azzá tettük. Eddig egy nukleáris holokausz lidérce kísértett minket, Mostanra azonban nem kell az atommaghasadástól tartanunk, mert ha ki is törne egy világméretű háború, eleinte biztosan észre sem vennénk. A láthatatlan és a nem halálos fegyverek lehetővé teszik, hogy tökéletesen legyőzzenek bárkit anélkül, hogy bármit tehetne ellene. Összeesküvés vagy biztonságpolitika? Tudom, a bevezetőm rosszul hangzik, s talán némi pesszimizmus sugal. Pár perc múlva azonban te is meglátod, hogy mennyire realista vagyok. Tény, hogy miközben belefeledkeztünk a mindennapi hajszánkba, és minden tőlünk telhetőt elkövettünk, hogy az egzisztenciális kríziseinket túléljük, a világ pénzhatalmai olyan technológiákat fejlesztettek ki, amelyekkel minimális katonai veszteséggel meg lehet kaparintani a világ feletti uralmat. Ha szerényebben gondolkozunk, akkor azt mondhatjuk, hogy legalábbis egy befolyásos elit a legújabb vívmányok birtokában titkos uralomra tehet szert a világ egy jelentős része fölött. Ez nem feltétlenül összeesküvés, hanem egyszerű politika. Vagy, ahogy mondani szokás, csupán biztonságpolitika és nemzetvédelem. Új fegyver nem született. Azt már sejteni engedi a média, amelyre az emberek többsége, mint egyetlen hírforrásra rá van utalva, hogy a számítógépes, internetes és Facebookos világban nincsenek titkok. Minden lenyomozható, és minden adat hosszú-hosszú időre eltárolható rólunk. Az ok természetesen nemzetvédelmi töltető. Ugyanakkor azzal sem mondok semmi újat, ha az információ megszerzésének, Kikémlelésének és ellopásának vannak elegánsabb úgynevezett soft módszerei. Azon sem fogsz meglepődni, hogy a vezérlőpult harcosok a maguk komputer arzenájának hatékonyságát demonstrálták már az öbölháborúban és Jugoszláviában is. Kiderült ugyanis, hogy ebben a hadviselésben már nincs személyes vérrontás, ha csak a sok krampácsolástól nem kopik el a bőr a klaviatúrán aminek azonban már a felesen vicc, azok az erkölcsi következmények. Ugyanis a több ezer kilométerre lévő célpontokat, áldozatokat és a következményeket nem érzékeljük. Minek után könnyedén válhatunk aggálytalanokká, s gyorsan átsiklunk majd egy sor súlyos erkölcsi kérdés felett. A fegyverek új generációja a nem halálos nevet kapta, mivel a hatásmechanizmusuk alapból nem halálos, relatíve visszafordítható, de egy ponton túl azért halálos is lehet. Tehát már maga a megnevezés is félrevezető és hamiskás. Az Európai Parlament külügyi albizottságának egyik meghallgatásán a Nemzetközi Vöröskereszt Genfi Központjának munkatársa prezentációjában részletesen kitért a nem halálos fegyverek definíciójára. A meghatározás szerint az ilyen típusú fegyverek halálos effektusa kevesebb, mint 25 Szomorú, de a szárazföldi aknáké is 25% alatt van, És ki tudja, hogy a fel nem robbant aknákból mennyi várja áldozatait a mai napig. A másik nem sok derűre okot adó fejlemény, hogy a tartós vakságot okozó lézerek is beleférnek ebbe a nem halálos kategóriába. Viták ide vagy oda az elnevezés ügyes húzás, amely lehetővé teszi, hogy az új technológia elfogadást nyerjen. Sötét költségvetés. Nyilvánvaló, hogy ezeket a fejlesztési projekteket valakinek finanszíroznia kell. Mi több, mélyen a zsebébe kell nyúlnia, de a legjobb, ha rendelkezik egy bőségszarúval, vagy egy amnéziás aranyhallal, vagy egy magántulajdonban lévő pénzverdével, mint az Amerika Egyesült Államok, és számolatlanul képes beletolni a dollármilliárdokat a kutatásokba. Írd és mond, naponta 100 millió dollár csordogál a pénzügyminisztériumtól a Pentagonba nemzetvédelemre. Ez szép kis summa. A hangsúly a van, mivel ez egy láthatatlan módon felhasznált összeg, amit a színfalak mögött úgy használnak fel, ahogyan akarnak. A titkos összeesküvésekkel foglalkozók által jól ismert és hírhett külkapcsolatok tanácsa kendőzetlenül tette a következő kijelentést. Ma már lehetséges hibatalos deklarálás nélkül is háborút folytatni. Ez azért meglehetősen rosszul hangzik egy ennyire befolyásos szervezettől, és egyúttal felvet néhány kényes kérdést. A halálos és a nem halálos fegyverek kifejlesztését illetően az önkorlátozás és az önvédelem közül melyik a fontosabb? Kell -e erről értesíteni a lakosságot? Mikor kell tájékoztatni a közvéleményt egy esetleges veszélyforrásról és konfliktusról? Érdemese riadókészültséget elrendelni olykor-olykor. A külkapcsolatok tanácsa tudni véli, hogy Oroszország, Anglia, Franciaország, Olaszország és Izrael tett már erőfeszítéseket a nem halálos fegyverek kifejlesztésére. Nem halálos fegyver alzenál. A legtöbb ember valahol jogosan fél a robbanószerektől, a hadi anyagoktól és a pusztító fegyverektől. Nekik különösen döbbenetesen hangozhat, hogy ezek némeike a kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekből is összeállítható. Tehát, ha egy tudós úgy dönt, hogy terroristának áll, akkor viszonylag könnyedén össze rakni egy komolyabb, de amúgy diszkrét fegyvert. Csak hogy ne a levegőbe beszéljek, Említek néhány konkrétumot a nem halálos fegyvereket bemutatandó. Itt talán képet alkothatunk a fejlesztések távlatairól is. Egy laboratóriumban kémikusok fogpasztából és hajápoló szerek alkotóiból összeállítottak egy vegyi anyag és fertőzés semlegesítő habot. Ez a habszerű anyag olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint hogy például képes különféle ideg és mustárgázokat, bizonyos vírusokat és baktériumokat, köztük a hírhett antrax vírust is, ártalmatlanítani. Ez a hab alkalmazható épületen belül, vagy akár metróhálózatban történő támadás esetén is. Rádiófrekvenciás sugárzás ez nagy területen bódító vagy gyilkos hatás kifejtésére alkalmas, amely egész élő rendszerek működési rendjét képes megzavarni, vagy akár szétbomlasztani. Termikus lőfegyver. Ez a nem szokványos fegyver felhevíti a testet olyannyira, hogy az ember teljesítő képessége drámaian lecsökken. Egy lázas ember nem képes ugyebár koncentrálni. Betegségrohamokat előidéző lőfegyver. Ez epilepsziaszerű rohamokat idéz elektromágneses mező segítségével. Tömegkontroll infrahang generátorral. Ez elsősorban tájékozódási zavarokat, majd émeigést, végül hányást eredményez. Infrahang. Az igen kis frekvenciájú és irányítható infrahang az épületekbe és járművekbe is szinte akadálytalanulhatol be, és szonikus fegyverként funkcionálhat. Mikrohullámfegyverek. Csendesen elvegják a kommunikációs kapcsolatokat, vagy akár túlhevítik a belső szerveket. Elektromágneses impulzusfegyverek. Az elektronikus áramkörök pillanatok alatt megbéníthatók általuk. Egy világháború esetén már bevethetők a termékeket módosító és használhatatlanná tevő mikróbák vagy vegyi anyagok széles köre amelyek villámsebességgel tudják ellehetetleníteni egy nemzet szállítmányozását. Ez azáltal érhető el, hogy repülőgépekről mikróbákat vagy vegyi anyagokat szorhatnak a közlekedési utakra, a repülőterekre és a vasútvonalakra a surlódás ellen. Arról nem beszélve, hogy a számítógépes vírusokkal és programokkal az elektronikus hálózaton keresztül gazdasági káoszt idézhetnek elő. Ezek egyike sem halálos fegyver, mégis Órák leforgása alatt elintézhetnek egy modern társadalmat, amely nyilván nem fogja megtorlatlanul tűrni vagy hagyni a történteket. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a Voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget.